Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és legyen az a mottom, hogy amit Churchill mondott, hogy never let a good crisis go to waste, tehát soha ne pazarol egy jó kis válságot. Nyilván ez most idézőjes, mert egyáltalán nem jó válság, sajnos ezt nagyon is tudjuk, tehát itt semmiképpen nem azt akarom mondani, hogy örüljünk a dolognak. Azt állítom, hogy ezt a koronavírus válságot, ezt csak magunknak köszönhetjük. És az a probléma, hogy nem csak, hogy magunknak köszönhetjük, hanem valószínűleg én a másik, amit állítok, hogy ez lehetséges, hogy az egyik utolsó vészharangunk, az utolsó figyelmeztetésünk arra, hogy ezt még tulajdonképpen nagyon jól megússzuk, most ugye hallottuk Lászlót, hogy egyenlőre még azért lehet, hogy még jön a rosszabb is, de egyenlőre még azért viszonylag jól kijöttünk ebből, de egyáltalán nem biztos, hogy a következőt ilyen jól megússzuk. Mert ugye, és most is nagyon jó, hogy akkor van egy kis szakmai ellenőröm, de ugye itt az a mázlink azért ebben a vírusban, hogy ugyan nagyon nagy a fertőző képessége, de végül is a halálozási ráta ebből viszonylag moderált. Ez az egyik, ami miatt szerencsénk van. Hogyha mondjuk ugyanez a vírus kombinálódna mondjuk az ebolának a halálozási rátájával, akkor már egyáltalán nem jártunk volna ilyen jól. És még lehetnek ilyen dolgok, amik bizony súlyosabbá tesznek egy járvány. És azt akarom bebizonyítani nektek, hogy az egész tulajdonképpen arról szól, hogy, és arra vész harangjelzés, hogy, és azért az egyik utolsó figyelmeztetésünk, hogy átgondoljuk a természettel való viszonyunkat. És ha ezt nem gondoljuk át, akkor az én tézisem az, hogy bizony a civilizációnak, ahogy most ezt ismerjük, annak az évei meg vannak számolva. Vagy ha nem pandémia lesz az, ami beteszi a kiskaput, akkor az, amit a kollégáim így folyamatosan mondanak, hogy ez még hagyján ez a járvány, mert ez kismiska ahhoz, vagy ez csak egy ízelítő ahhoz, ami igazán jön az éghajlatváltozás, ami nagyságrendekkel több életáldozatot fog követelni, valamint gazdasági krízist is. Ha valahol egy tornádó söpör végig, akkor utána az ember, amikor visszaépít egy várost, akkor meggondolja most ugyanazokat a rozogga épületeket, akik már kicsit idejét múltak, voltak kicsit itt-ott kidőlt, bedőltek voltak, vagy már nem feleltek meg az újkori igényeket. Ugyanazt építjük-e vissza, vagy egy újat, egy 21. századit, egy új igényeknek valót. Erről van szó, és ezt a lehetőséget kell megfontolnunk, hogy ne ugyanabban normálisban menjünk vissza, ne ugyanazt erőltessük vissza, ami már régi módi, és amúgy is meg kellett volna előbb-utóbb szabadulni tőle, hanem figyeljünk arra, és ez egy fantasztikus lehetőség, hogy egy jobbat építsünk. Hiszen amikor azok a gazdasági ágazatok, amik tudjuk, hogy hosszú távon sajnos nem fenntarthatóak, nem maradhatnak meg, de amikor nagyon nyereségesek, amikor annyi embernek adnak munkát, nyugdíjpénztárt, biztosítást és így tovább, akkor nagyon nehéz ezeknek a gazdasági ágazatokra azt mondani, na figyelj, most már egy kicsit kevesebbet csinálj ebből, és valami más felé menjen. Most viszont, amikor nagy bajban vannak, és amúgy is megfenekeltek, amúgy is el kellett bocsájtaniuk embereket, akkor egy nagyon, nagyon jó lehetőségre, hogy elgondoljuk, hogy biztos, hogy ugyanoda kell visszaélesztenünk eket, ugyanar mindenkit lélegeztető gépre kell tenni, és ugyanoda visszavinni, vagy esetleg egy mást kell építeni, hát itt nem jó a hasonlat, mert nyilván embert nem akarunk soha, hogy nem legyenek lélegeztető gépen, nem akarunk Svédország irányába menni, de hát ez a nagy kérdés. És akkor nézzük meg konkrétan, hogy vannak itt, milyen lehetőségeink vannak. És itt csak egy illusztráció arra, hogy ugyanis a gazdaság élénkítés az nem fog tudni mindenkit átvinni a jövőbe. Ez olyan lesz, mint a Noé bárkája. Meg kell gondolnunk, hogy ki az, mi az a kevés dolog, amit be tudunk rakni a Noé bárkájába, és nagyon érdekes lehetőséget kaptunk, egy kicsi spirituális lehetőséget kaptunk, ugye a középkorból is sok szakirodalom van, ami mutatta, hogy a nagy járványok után az emberek spirituálisan is kicsit elgondolkodtak az értékekről, hogy biztos, hogy azok után, az értékek után kell ezt haladni, ami eddig, és egy kicsit úgy helyre billent az értékrendszerük. Most is, ha igazából meggondoljuk egy picit ennek a nagy válságnak az árnyékában, esetleg halál árnyékában,
mi volt, mi az az igazán fontos? A fogyasztásunkat akarjuk-e berakni a Noé bárkájába, vagy az igazi emberi értékeket? Jó, de mit tudunk csinálni? Mert ugye könnyű azt mondani, hogy persze, ők változzanak, hiszen meg kell változni a rohadt olajipar, tényleg azok a disznók, de hát mert este kiveszi meg azt a benzint, hát én, ugye, és én pöfögöm el az autóba, tehát azért ez könnyű, könnyű másra mutogatni. Tehát persze, hogy szeretnénk, hogy változás legyen, de alapvetően ahhoz nekünk is kéne változtatni. Nézzük meg, hogy én csak most kiemeltem 5 dolgot, hogy 6-ot, bocsánat, amit esetleg, nagyon sok van még, de ebből 1-2 fő dolgot, amit esetleg megmaradt talán, és hát ha most akkor ti is be tudtok építeni ebben a nagy életmódváltásban, ami most mindenkinek megvan. Az első az az, hogy persze, hogy lehet szívószálakat spórolgatni, meg rejnózacskókat számolni, meg minden, de igazából a legtöbben ti is sokkal többet tudtok tenni, tehát hogyha hiába 3 szívószál kevesebbet használtatok el, de a munkátokban mondjuk aztán bementek a meróba, és ott viszont rákényszerítitek a nem tudom micsodát, hogy még 5 olyan pulóvert adjatok el, vagy műszálas pulóvert, amiből annak már van 25, csak ez még moderne, vagy nem tudom micsoda, akkor nagyjából semmit nem ért, hogy azt a szívószálat, vagy az ilyen önállítás egy kicsit, hogy én környezetbarát vagyok. A másik, ami még a legfontosabb, hogy mi állampolgárok vagyunk, hogyan tudom én a legjobban kifejezni, hogy fontos a felépítés, hogy fontos, hogy jó irányba menjen, hogy az újjáépítés fenntartató irányba menjen, vagy általában csak kifejezni a vezetőknek, akármilyen vezetőnek, hogy üzleti vagy politikai vezetőnek, hogy én elvárom tőle, én szeretném, ha jó irányba mennének a dolgok, hiszen nem lehet a politikára vagy az üzleti életre sem mutogatni, hogy ők a felelősek, ők, hiszen ők csak akkor fogják meghozni azokat a döntéseket, ami ezek nem könnyű döntések, ha tudják, hogy a fogyasztóik és a szavazóik elvárják tőlük, készek erre, és nem pedig leváltják őket emiatt. Tehát ezt folyamatosan a tudatukra kell vonni. Tehát mint jó állampolgárok, ez egy rettenetesen fontos dolog. És akkor a harmadik, amiről már egy kicsit beszéltem, hogy kicsit mindenki gondolkozzon el holnap, vagy ma este, hogy tényleg mi volt az az életmódváltás itt a lezárások alatt, amiből valamit meg tudnák tartani, ami nem lenne nagy áldozat, most már megtanultam, jobban csinálom, de a fenntartatóság irányba megy. Tehát ami kevesebb autózással jár, több aktív közlekedéssel, vagy több online munkával, ügyintézéssel, tárgyalással, kapcsolattartással, vagy még mondtatok ötleteket, nagyon kíváncsi lennék, hogy ti milyen ilyet találtok. És akkor a negyedik kérésem, gondolkozzatok el a nyaralásoktokon. Gondolkozzatok el, hogy egyszer próbáljatok ki, hogy ahelyett, hogy kinézem, hogy hol van a legolcsóbb fapados, hova tudok elmenni legolcsóban fapadossal, vagy nem tudom milyen nyaralással, gondolkozzunk el egy kicsit fenntarthatóbb, környezetbarátabb nyaralással, esetleg itthon, annyira szép Magyarország, annyira klassz helyek, és vannak is olyan sok érték van. Ötödik, tegyünk valamit a biológiai sokféleségért, például most csak itt pár példa, próbáljunk meg ne használni rovarirtószereket. Nagyon nehéz a nyáron, de azzal, hogy folyamatosan spricceljük a szúnyogirtót, a kunancsirtót, az ezt, meg azt, meg az amaz, igazából lehet, hogy véletlenül egy-egy szúnyogot és kunancsot is kiírtunk vele, de vele együtt meg kiírtottunk 100 másik katicát és madarat, mert ugye a madar, ha nincs rovar, akkor a madárnak nincs, vagy hogyha a rovarirtószeres a rovar, amit megeszik a madár, akkor a madár pusztul el, és így tovább. Gondoljuk át, hogy nem lehetne most a hétvégén esetleg a marhapöri helyett valami mást főzni. Annyi fantasztikus nemzetközi konyhaból jövő ötlet van már, ami nem húsra, vagy nem vörös húsra alapul. Próbáljunk meg minél többet egy kicsit kísérletezni, és bátrabbak lenni.